Amikor az Áron megkért egy néhány héttel ezelőtt, hogy beszéljek aktuális témákról, akkor egyértelmű volt a kérdés, hogy élelmiszer lesz a téma, hiszen az élelmiszer önellátás az, amiben hiteles vagyok, hogyha kiállok előadni, és jó, hogy ilyen családias körben beszélhetünk erről, most viszont a tanyákkal ellentétben és az eddigi megszokott módon a kertvárosi környezet, illetve a falusi udvarok és porták lesznek főszerepben, ugyanis gazdasági állattartás kertes házba téma. Ennek a videónak az elkészítését az Anivet Direct támogatta, ezúton is nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt hetekben eléggé borzolta a kedélyeket ez a rovarfehérjés dolog, ami minden médiából visszhangzott, hogy hamarosan rovarfehérjét fognak enni az emberek. Bocsánat, talán nem is az emberek, mert ebbe a mai fogyasztói társadalomban az embereket egyszerűen csak fogyasztóknak hívjuk. Mellette pedig én néztem azokat a híreket, hogy a Nébihnek hány élelmiszer visszahívási akciója volt az elmúlt két hétben, és bizony ezekből is egyre-egyre több. Azt mondják, hogy 8 milliárd ember nagyon sok, és azt a 8 milliárd embert etetni kell, és ennek oltárán feláldozunk sok mindent, például feláldozzuk ezeknek az embereknek az egészségét. Amikor arról beszélünk, hogy rovarfehérje lesz az emberi élelmiszerekben, akkor azt célszerű tudni, hogy ezzel a legnagyobb probléma az az, hogy fogalmunk sincs, hogy hosszú távon ez milyen hatással lesz a ma élő emberiségre. Milyen egészségügyi dolgokat von majd maga után, hogyha egy olyan társadalomba, mint mondjuk itt ez az európai társadalom, egész egyszerűen bevezetünk egy olyan táplálékot, amire nagyon-nagyon régóta nem volt példa, és nem volt jellemző az, hogy az emberek rovarfehérjével dúsított péksüteményeket, vagy éppenséggel mondjuk egyéb más főételeket esznek, de beszélhetünk itt mondjuk a bébi ételekről is, ugye innentől kezdve lavinaként gurul majd lefele, és útközben fog kiderülni az, hogy mindezeknek milyen egészségügyi hatásai vannak az emberekre. Szóval aki kicsit tájékozott az élelmiszeriparba, az tudja, hogy eddig is fogyasztunk rovarokat, és észrevétlenül is az élelmiszereinkben vannak rovarok. Különös tekintettel mondjuk a pirosra színezett édességekbe, gumicukrokba, nyalókákba, joghurtokba. Az összes olyan joghurtban, ami mondjuk epres vagy málnás, abban megtalálható a bíbortetű. Mert ezeknek a bíbortetveknek a színanyaga az, ami ezt megszínezi. A bíbortetű nem más, mint egy tetű, és kármelvörös színezőanyag van benne. Amikor ezt az egészet kinyerik a rovarokból, akkor egyes hírek szerint a rovarokat fagyasztás vagy sütés, tehát hősok következtében pusztítják el, mások hírek szerint viszont akkora mennyiség kell ezekből a rovarokból, hogy iparilag kinyerhető színezőanyag legyen, hogy ezeknek az elpusztításához különböző peszticideket, azaz rovarölőszereket használnak föl, mert nem kérdés, hogy egyértelműen benne lesz a joghurtba, a nyalókába, az édességbe és mindenféle élelmiszerbe, melyet az ipar elénk tesz az elmúlt 10-15-20 éve már nagyüzemileg. De ugyanígy találhatunk rovarfehérjéket és színezőanyagokat kozmetikumokba is, amiket egész egyszerűen mondjuk rúzsba hölgyek ugye használják, ebbe is ugyanezek a bíbortetvek vannak, vagy olyan arckrémekbe, amik például egy-egybe a véragygáton felszívódva azonnal ugye ott vannak az agyba, és nem egyszer allergiás reakciót váltanak ki. Látjuk azt, hogy az elmúlt hónapokban, de talán az elmúlt egy évben is, óriási élelmiszer áldrágulás van. És amikor bemegyünk a bevásárlóközpontba, akkor szembesülünk azzal, hogy a megszokott élelmiszert, amit vásárolni szoktunk, azt bizony kétszeres vagy háromszoros áron tudjuk levenni a polcról, mint amivel mondjuk másfél-két évvel ezelőtt került. És elgondolkoztam azon aktív termelőként, hogy valójában mit is van emögött az ár mögött. Mert ha azt nézzük, akkor a takarmány, a szálas takarmány és az abrak takarmány is az nem a duplájára vagy a háromszorosára, hanem sok esetben az ötszörösére vagy a hatszorosára drágult. Tehát nagyon nehéz előállítani kistermelői körülmények között normális módon annyiért azt a
az élelmiszert, ami a boltban van, mint amennyibe ott kerül. Tehát valójában inkább egy olyan probléma van, hogy az elmúlt időszakban itt Cegléd környékén 9 szarvasmarhatartó családi gazdaság térdelt le, és 6 sertéstartóról tudok, akik anyadisznót tartottak és hizlalták a malacokat, akik csődbe mentek. Azt gondolom, hogy egy 40 ezres város környékén ilyennek nem szabadna előfordulni, hogyha az élelmiszeri önrendelkezés joga újra megilletné a nemzetet, és újra megilletné városokat és településeket, akkor az ilyen magas árak ellenére inkább a kistermelőknek és a családi gazdaságoknak egy nagy létszámbeli növekedést kellene mutatni, mint pedig teljes megsemmisülést. Mi az, amit tehetünk, mert van egy jobb fehérjeforrás, ami nagyon olcsón előállítható bármelyik kertes házba, mint mondjuk a rovarfehérje. Ilyen állati termék, amire még állattartási rendelet is nehezen van, mert nincs hangja, észrevétlenül tartható, a házi nyúl. A házi nyúllal az elsődleges problémája a magyar embereknek az, hogy már óvodáskorba sem ettek házi nyulat, gyerekkorukban sem nagyon ettek házi nyulat, és mondjuk, aki egy városba él, akár egy kertes házba, akár egy panelba, az nehezen tudja elképzelni azt, hogy bevezet egy új élelmiszert, mert lehet, hogy az elkészítéséhez vagy a tálalásához nincs megfelelő szakmai ismerete, és bizony gyakorolni kell, és ezt is tanulni kell, ahogy a nyulaknak a tartását is. Egy átlag ceglédi külvárosi házat megnézünk, egy kertes házat, akkor azon egy nagyon kis helyen, ketreces tartási körülmények között megtermelhető egy 4-5 tagú család állati fehérje szükségletének java része a házi nyúlra alapozva. Egy rövid generációs intervallumú állat, ami azt jelenti, hogy ugye nagyon gyorsan követik a generációk egymást, egy évbe több nemzedék is felnő, és egy-egy anyanyúl akár sikerrel 9-10-12 kis nyulat is fel tud nevelni a család számára. Amiért ez a fehérje forrás, hogyha itt tekintünk most a nyúlra, sokkal jobb, mint mondjuk a baromfi vagy a sertés, az abból adódik, hogy nem táplálék konkurensei az embernek. Míg egy baromfi, ami ugye tudjuk, hogy zavarhatja a szomszédokat, kukorékolhat a kakas, annak azért lehet szaga, kaparhatnak szálatól, és esetleg mondjuk a libák azok tudjuk, hogy egyenesen milyen hangosak, vagy a kacsák közül is egy jó pár, addig a nyúlnak semmi ilyen problémája nincsen, nem jelent a szomszédoknak zavaró tényezőt. A takarmányozásról beszéltünk, a sertés is, ugye, szintén állattartási rendelet miatt nem mindenhol tartható a szomszédok miatt, de elmondható, hogy a baromfi és a sertés be az a közös, hogy ugyanazt teszi, mint én. Ugyanarra a táplálék bázisra megy rá, mint amire a gazda, a felesége, meg mondjuk a gyerekek, tehát a család. Ugyanazt fogyasztja, így az ő tartásuk az ebből a szempontból is elég költséges, és olyan áremelkedésnek vannak kitéve a sertés és a baromfi tartók, amivel szerintem az elmúlt 15-20 évben Magyarországon nem szembesültünk. Ellenben a nyúl, aki nem táplálék konkurense az embernek, a nyúl nem azt teszi, amit én eszek. A nyúl egész egyszerűen eltartható konyhai maradékokon, zöldséghéjakon, ugye a lepucolt krumpli, vagy sárgarépahéjon, zöldeken, és ugye nincsen sajnos hó, egész évben hozzá lehet jutni különféle tyúkhúrokhoz, az egész télen most volt, és nagyon, nagyon szeretik a nyulak, de gyűjthető neki bármilyen lágyszárú, vagy tavasztól, egészen későszig, akáclevéltől kezdve, bármi, ami ilyen zöld növény, és ezen fel lehet nevelni. Hogyha különösen van némi száraz kenyér és kenyérmaradék a családba, akkor a tökéletesen kiszárított, nem penészes kenyér, az nagyon kedvezően hat a nyulakra, méghozzá a növekedési erejét egész jól kiaknázza, és a száraz kenyeret is fogyasztó nyulak, tehát akik kapnak a sokféle zöldség mellé egy kis száraz kenyeret is, ők sokkal gyorsabban nőnek, mint a társaik. Természetesen, hogyha felpattintunk egy nyúltenyésztő vagy nyúltartás könyvet, ami tudnunk kell, hogy mindenképpen ipari szemlélettel iratott, és a mainstream takarmányozást képviseli, akkor ott elég bonyolultan lesz leírva,
az a nyúltartás, ami egyébként már szintén ugye van egy komolyabb költségvonzata, amikor mennyi kukoricát, mennyi árpát, mennyi napraforgót keverjünk a nyusziknak, vagy milyen szintén iparba előállított, genetikailag módosított szóját tartalmazó, ezt csak zárjában mondtam, nyúltápot tegyünk a nyulaink elé. Európában nincsen köztermesztésben genetikailag módosított növény, mert ezt szerencsére mindmáig a jogszabályok tiltják. Viszont ez nem vonatkozik Amerikára és egyéb Európai Unión kívüli területekre. Ez azért érdekes, mert a szója, amit Magyarországon felhasználnak, és nem csak az állatok takarmányába teszik bele, hanem a parasztkolbásztól egészen lehetne sorolni a konzerveken át, a felvágottól kezdve a csokoládékba, vagy a sütemények adalékanyagaiba, az mindegyik import szója, tehát tartalmazza a genetikailag módosított gént. Ez Magyarországon egész pontosan 2004 óta van így, és 2004 óta kimutatható orvosi lapokba utánézhető, hogy hányszorosára nőtt a krónikus vastagbélgyulladásba szenvedő lakosok száma, különösen megérintett egy cikk, amiben a 10 éven aluli krónikus vastagbélgyulladásba szenvedő gyerekek számának ötszöri növekedéséről írtak a szerzők. Ha a takarmányboltba bemegyünk, ott sokkal becsületesebb dolog van, mert van egy kis cetli minden takarmányon, és arra rá van írva, hogy ez a takarmány genetikailag módosított szóját tartalmaz, és akkor ezzel ugye a felelősséget a kereskedő az levette a válláról. Jelenleg 250 tanyát meghaladó tanyaközösséget vezetek, ez a fenntartható visszafejlődés köré épült tanyaközösség, ahol a takarmányozási irányelvek valamennyi gazdasági állatfaj tartásánál, olyan állatfajok, amelyek a végén emberi élelmezésre kerülnek, és amíg a közösségen belül elsősorban cserekereskedelemmel cserélnek gazdát, tilos az ő takarmányukba szóját tenni. Tehát, aki a mi tagunk és mondjuk sertést vagy nyulat tart, ő nem tud iparba előállított tápot etetni, és ennek elsődleges oka ezekben a takarmányokban lévő szójának a mennyisége, hiszen ez majdnem minden esetben import szójából származik. Nem szoktam meglepődni azokon a kérdéseken, ami az élelmiszerrel kapcsolatos, de manapság egészségügyben is nyugodtan föl lehetne tenni, hogy egyes vélemények szerint ez nem másért van, mint azért, mert 8 milliárd ember van, de 3-4 milliárd ember kellene csak a földre. Tehát ezeket az élelmiszereket én inkább élelmiszarnak nevezem, mert ez egy pontosabb szakkifejezés lenne rá, és ebbe beleértve az összes ipari mezőgazdaságból származó terméket, ipari kertészetből származó növényeknél. Nem elég az, hogy a növények tele vannak különféle vegyszerekkel, mert folyamatosan permetezve vannak. Senki nem nézi az élelmiszeregészségügyi várakozási időt. Ezekre vizsgálat sincsen a kistermelőnél a piacon, és sehol nincs garancia arra, hogy abba a növénybe, amit én leveszek, abban mennyi vegyszermaradvány van. Ezen túl pedig az aszály okozói, azok a mezőgazdasági vállalkozók, akik a mai napig forgatásos talajművelést használnak, azok a mezőgazdasági vállalkozók, akik a mai napig műt rágyáznak, vagy folyamatosan használnak különböző növényvédőszereket vagy gyomírtókat azért, hogy sikeresen tudjanak termelni. Ha megnézzük az állati termékeket, akkor ott sokkal rosszabb a helyzet, ugyanúgy megvan a talajnak és az aszálynak az okozása, de mindemellett kiemelném azt, hogy azok az állatok nem ideális körülmények között vannak tartva. Amikor a 60-as években elterjedt ez a sátánnak a szörnyszüleménye, amikor kiszámoltuk, hogy egy ekkora területre hány nyulat lehet betenni ahhoz, hogy ne pusztuljon el, és le lehessen vágni x hét után, vagy amikor kiszámoltuk azt, hogy egy négyzetméterre hány tyúk vagy hány sertés elegendő, akkor azzal szembesültünk, hogy igen ám, de ezeken a területeken sokkal nagyobb az elhullás. Sokkal több csirke pusztul el egy intenzív csirke neveldébe, ahol nem látnak napfényt a csirkék, ha nem adunk antibiotikumot és hozamfokozókat, mint mondjuk a tanyán kapirgálós néniknek, bácsiknak a csirkéje, amiből még egyet-egyet a héja is megfog havonta. Hogy ezt az elhullási rátát, akár nyúlnál, akár baromfinál, akár sertésnél
ki tudják küszöbölni, ezért folyamatosan olyan mesterséges anyagokat adnak az állatoknak a takarmányában, mint például ilyen a narazin, egy antiparazitikum, ami a paraziták ellen dolgozik, hiszen ezek az állatok egymás bélsarával szennyezettek, a takarmányon együtt bélsár is mindig jut a szájukba, vagy esetleg mondjuk antibiotikumot, ami utána szépen az ő húsukba és szervezetükbe elraktározódva kerül az emberek asztalára, a piacra, vagy a bevásárlóközpontok pultjaiba. A tej az egyetlen kivétel, ahol néznek antibiotikum maradékot, de mondjuk kolbászból, húsból és ilyenekből egyáltalán nem néznek, mert ez nem gyakorlat Magyarországon. Gyakorlat viszont az állatorvosok továbbképzése és kötelező képzése, ami szinte az utóbbi időkben semmi másról nem szól, mint az antibiotikum túlhasználat megakadályozásáról. Az antibiotikum túlhasználat révén, amikor azt jelenti, hogy folyamatosan antibiotikummal tartok termelésbe vagy életbe egy állatot, kialakulnak rezisztens baktériumok, de ez egyébként így nem igaz, ezek eredetileg is vannak, csak kis számban vannak jelen, és őket valamiért nem nyírja ki az antibiotikum, és akkor majd ők fognak elszaporodni, mert ők kerülnek kedvező életfeltételek közé. Ezek a baktériumok utána kiírthatatlanok lesznek. Ugyanez vonatkozik mondjuk a gyomnövényekre is, amikor glifozátot használunk egy adott területen, akkor lesznek növények, amik túlélik a gyomírtást, és ezek az úgynevezett szupergyomok utána sokkal nehezebben írthatóak ki, sokkal nehezebben pusztíthatóak ki a mezőgazdasági kultúrákból, mint mondjuk az elődjeik. Éppen ezért ezeknek beláthatatlan következményei vannak ökológiailag is, és beláthatatlan következményei vannak egészségügyileg is. A rovarfehérjén felcsattanunk, de a genetikailag módosított szóját fogyasztó baromfin nem csattantunk fel. Nem csattantunk fel azon, hogy a sertések napfényt nem látva egy műanyagpadlón vagy rácspadlón élik az életüket gyakran úgy, hogy megfordulni sem tudnak egész életükbe. A vágóhidak fala a sajnos nem üvegből van, ezért fogalmunk sincs, hogy mi az, ami valósággal ma egy 21. századi Európai Uniós vágóhidon működik. Erről egyébként érdemes lenne forgatni, csak ennek az eredménye nem az lenne, én attól félek, hogy az emberek elkezdenek önmaguknak állati fehérjét például nyulat tartani, hanem inkább a vegánok és a vegetáriánusok harcos, sokszor átgondolatlan és élettől teljesen elrugaszkodott háborúja éleződne jobban ki. Tehát sokkal szerencsésebbnek tartom az arra való rávilágítást, hogy az ipari állattartásból származó élelmiszer, az korán sem élelem és korán sem táplálja az embereket és az őt elfogyasztó fogyasztót. Ugye azért ez a fogyasztó, ez nagyon sok mindent mond. Ha a nyúltartást nézzük, és hogy tudnánk megoldani ezt a kérdést mondjuk egy kertes házba, hiszen azok a jó tudások, és az a nagyszerű ebbe a körbe is, ami itt létrejött Cegléden, hogy megoldásokat adhatunk. És az állati fehérjére szerintem az egyik legjobb megoldás az a nyúltartás. Lehet tartani a nyulat ketrecekbe, de nekem a saját tapasztalatom az, hogy ezek az erre a célra gyártott fémketrecek nem alkalmasak háztáji tartási körülmények között, mert néhány év után úgyis megjelennek a patkányok, a vándorpatkányok, mindenhol ott vannak, és nagyon gyakran kárt okoznak a kisnyulak lábába a ketrecen át. Sokkal egyszerűbb szerezni egy ilyen bútorlapból vagy bármiből lévő kiszuperált szekrényt, és ebbe a kiszuperált szekrénybe hozni a nyuszikat, hozni az első nyúlállományt. Nem feltétlenül a tenyésztésre és a szaporítással kell kezdeni, hanem a körösi vásárból, mert Cegléden ugye nincs vásár, kell venni 4-5 nyuszit, és azokat ivar szerint szétválogatva tenni be, akár kettesével, hármasával, ahogy kijön ezekbe a házilag eszkábált kis ólakba. És természetesen itatni kell, az egy tévhit, hogy a nyuszi nem iszik, a nyuszi iszik, és etetni és várni, ugye, amíg megnő. Célszerű azért beszerezni egy kis szénát, de ez 1-2-5-10 nyúlnak, ez könnyen begyűjthető. Szerintem azért vannak olyan helyek, ahol lehet füvet kaszálni, sokan örülnek is, elhagyott telkek és ilyenek, hogyha lekaszálják a füvet, megszárítják és bespájzolják szénának. Ez az 5-10 nyúl, ez mondjuk most a próbacsomag és nem a szaporítás, csak az, hogy próbáljuk ki, hogy alkalmasak vagyunk egy nyúltartásra. A nyúltartásnak
majd látni fogjátok, hogy nem az a nehézsége, hogy nekem van nyulam, és akkor azt fel kell nevelnem mondjuk 30 dekáról 2,5 kilóra, hanem az a nehézség, hogyha a nyuszi a 2,5 kilót elérte, és nagyon aranyos jön, társam lesz a gazdasági állat a mindennapokban, várja, hogy hazamenjek, hogy kinyissam az ajtót, hogy kiveszem. Ha rossz kedvem van, megsimogatom, ha ideges vagy feszült vagyok, azt is megérzi, de mindjárt lenyugszik tőle az ember, és a legnagyobb nehézség akkor jön, amikor ennek az állatnak az asztalra kell kerülnie. Ez az a pont, ahol a közösségemben lévő kezdő tanyasiak is, azok, akik mondjuk értelmiségi családból vagy munkából tanyára költözött emberek, akiknek ez az általában az első töréspont, ezen vagy túl tudnak lendülni, vagy nem tudnak túl lendülni rajta. Ha túl tudnak lendülni, és le tudják vágni ezt a nyulat, vagy ebbe segítséget kérni, akkor további nehézség az, hogyha ezeknek nevet adtunk, és tényleg a barátaink voltak, akkor valóban megesszük-e, akkor valóban elfogyasztásra kerül-e, vagy mondjuk a mélyhűtőbe hányódik, és utána készül belőle valami pörkölt, de ugye a nyúlból nem csak pörköltet lehet készíteni, hanem legalább annyiféle ételt lehet készíteni bőle, mint a sertésből. Az asztalra téve jó ízűen megesszük-e, vagy pedig ő az életét értelmetlenül adta oda, értelmetlenül vágtuk le, és a kukába, a komposztba, vagy a kutyák elé kerül a nem megfelelően elkészített étel. Azért ez sokkal nagyobb felelősség, mert ő az életét adja azért, hogy bennünket tápláljon, és mi valósággal élünk-e ezzel a lehetőséggel, vagy pedig az ő életét semmibe véve pazarolunk. Ez az egész egy más megvilágításba teszi majd a táplálkozást, hogyha ilyen tudatossággal kezdünk el figyelni azokra az élelmiszerekre, amiket nap mint nap beviszünk a szervezetünkbe. Egy nagyon érdekes történet, egy barátomhoz afrikai család érkezett, akik valamilyen vendégmunkások voltak itt a környéken, és az afrikai család kecskét szeretett volna vásárolni, és lehetőséget kért arra, hogy levágják és feldolgozzák a kecskét. Hát Magyarországon egy kecskevágás az úgy néz ki, hogy levágják a kecskét, felakasztják, lenyúzzák, a beleit eldobják, gyakran még a máját meg a szívét se eszik meg, mert hogy ez nem kell, és akkor szépen a húst összekockázzák, a fagyut leszedik és eldobják, és akkor egy kecskéből lesz egy kis tányér hús. Ezek az afrikai emberek nem így vágták a kecskét. Már az furcsa volt, hogy miután a kecskét levágták, akkor forró vizet kértek, és kiforrázták a szőrét, és ez a szőr, ami a végén a fogsor ívekkel eldobásra került. Utána, amikor forrázásra került, átpörzsölték, és minden egyes porcikáját élelmiszerként dolgozták fel. Kitisztították nem csak a belet, hanem a gyomrot is kitisztították, és eltették, hogy abban majd ők töltött árut valamit fognak készíteni. A körmöket, azokat szépen levették, úgy, ahogy a sertésnek le lehet venni a körmét, és még a levett szarú körmöt is gyökérkefével megmosva eltették, ahogy a kecskének a szarvait is, és azt magyarázták, hogy abból dísztárgyakat, hogy kivágva bicskanyelet, és ilyen dolgokat fognak csinálni, ahogy a kecskének a teljes fejét is ugyanígy feldolgozták, és tették el. És ez volt az első dolog, amikor elgondolkoztam az élelemhez való viszonyunkról, hogy még úgy mondom, egy gazdálkodó család is bizony mennyi mindent pazarol. És aztán elkezdtük gyűjteni a fagyút. Szépen először hazavittem egy zacskóval, aztán egyre többen hozták a fagyút oda hozzánk a tulipános tanyára, hogy mi gyűjtjük valamiért a fagyút. Amikor lett egy félüsnyi fagyunk, akkor ezt a fagyút a feleségem kisütötte, megnézte az elszappanosítási százalékát, és ebből a kisütött fagyúból kezdett el szappanokat készíteni. Mára olyan 100%-ig jófagyút, illetve kecskefagyút tartalmazó szappanjaink vannak, amik csodálatos hatással vannak a kézre, mert megszűnik az ekcéma, nem szárítja ki a kezet, vagy lehetne mondani a teljes testfelületet, tehát még úgy mondom a fagyú sem szemét. Van egy barátom, a Kemencei Laci, nyulakat tart Lajos Mizsén. A Kemencei Lacit arról lehet megismerni, hogyha itt a városban sétál, hogy nyúlszőr sapkái vannak, mert ő minden egyes nyúlnak, amit elfogyasztanak, tehát nem a szőréért
pusztítják el. Ő sajnálja ezeket a bőröket eldobni, és saját maga dolgozza fel otthoni körülmények között, és sapkákat, meg mellényeket var ezeknek a házi nyulaknak a szőréből, hogyha ők már életüket adták a mi életbe maradásunkért, és ők a mi táplálékunk lettek, akkor ne menjen pocsékba, és ne menjen kárba az ő bőrük sem, hanem ez teljesen feldolgozva szolgálja ugyanúgy a családot, vagy az őt elfogyasztó embereket. Tehát a nyúlnál is a legnehezebb kérdés az a vágás és a feldolgozás lesz. Ez tudatossággal tanulható, erre tudatossággal lehet készülni, és célszerű is, mert azt gondolom, hogyha a gyermekeinket biztonságba akarjuk tudni, akkor a magam szemébe elmondva nem tetszeleghetek az egyetemi katedrán, hanem a gumicsizmát és a vasvillát kell választanom, míg mások, hogyha mondjuk a rovarfehérjét szeretnék kiváltani, akkor bizony a munka vagy a három műszak mellett célszerű elkezdeni nyúltartást, belefogni abba, hogy anyanyulakat tartok, bakot tartok, és a szaporulatot nevelem fel, de nem ezzel kell kezdeni. Először meg kell próbálni felnevelni egy szaporulatot, és következő éven belemenni már a tenyésztésbe, és ezek a nyulak miként kerülnek az asztalomra, miként lesznek feldolgozva az otthonomba, hogy készítem el, hogy fogyasztom el, és ebbe teljes családi összhang kell. Nem jó az, és kifejezetten károsnak tartom, amikor mondjuk vannak 8-10 éves gyerekek, és ezek a gyerekek mondjuk a nyúlból csirkepörköltet esznek. Egyszer egy gyerek nálunk eléggé pszichológiailag megcsúszott, akkor volt 14 éves, azóta sem láttuk, ugyanis csirkepörköltet tálaltunk a tanyán fel, és akkor derült ki számára, hogy a dobverő, amit ő 14 éves koráig dobverőként evett, az valójában egy csirkének, egy élő állatnak a lába, tehát egy ilyen elrugaszkodott családi környezetbe nevelkedett, és azt gondolom, hogy ebből egyre több van, és valószínű, hogy miattuk is van szükség a rovarfehérjére, ami egyébként mit zavar minket, hát finom volt. Csak nagyon sok dolog, ami finom volt, az utána majd kiütközik és betegséget okoz. Én nem szeretném, hogy a feleségem vagy a gyermekeim táplálkozásból eredő betegségben szenvedjenek. Ha megnézzük a világ mezőgazdasága által előállított össz-GDP-t, akkor azzal fogunk szembesülni, hogy ez csak töredéke annak, mint amit egészségügybe az élelmiszerek által okozott betegségek miatt költünk az emberiségre gyógyítás címszóval. Tehát valójában ezek olyan érdekes kérdések, ami bennem sok-sok további kérdést indít el. A nyúl mellett, hogyha olcsón előállítható és egyszerű állati fehérjére gondolunk, akkor szívesen ajánlom a fűrját. A fűrtartásról rengeteg mindent lehet olvasni az interneten. Ami hátránya az, hogy ugye a nyulat tarthatjuk ilyen eszkábál dobozba, a fűrjek elsősorban ketrezbe vagy külön olba érzik jól magukat, úgyhogy gazdaságosan lehessen velük termelni, vagy terméket előállítani. A fűrtojás egy másik kérdés. Amikor majd a tenyésztő azt mondja, hogy fácántápot kell adni ahhoz, hogy a fűrjek toljanak, akkor célszerű a fácántápnak a kis papírját elolvasni, ezért nem ezek fűrtojást mindenhonnan, mert egy csomó fűrtojást előállító mezőgazdasági vállalkozó az valóban fácántápot etett a fűrjekkel, mert abban nagyon magas fehérje mellett még több olyan ásványi anyag és nyomelem van, melyek a tojás képződést segítik elő, viszont ezeken a takarmányokon egy nagyon egyszerű kis papíron, többek között a GMO-s dolgok, meg a narazin, meg az ilyenek mellett az is szerepel, hogy árutojást termelő baromfinak nem adható. És ez vonatkozik ebbe az esetbe a fűrjekre is. Tehát a fűrtojás egy speciális kategória, persze meg lehet oldani enélkül is a fűrtojásokat, de mégis inkább a fűrire, mint vágó fűrire nézzünk rá. Ő viszont már az ember táplálék konkurense, tehát azt fogja enni, amit mi, így az ő takarmányozása és 1 kiló előállított fűrhús sokkal drágábba fog kijönni a családnak, mint 1 kiló előállított nyúlhús. Reggel leültem, és egy nagy bögre tejet, pohár tejet, mert én üvegpohárból szeretem inni a tejet, öntöttem magamnak az asztalra, és belekortyoltam,
és iszogattam, ez volt a reggelim, egy pohár tej, reggel fejtem a tehenemből, és azon gondolkoztam, amit László Ernő barátom is mondana, hogy érzésre ingyen van. Érzésre ingyen van. És kiszámoltam az asztalnál gyorsan egy papírra, a ceruzával, hogy egy tehén, egy éves takarmány költsége ma Magyarországon az 1 millió és 1 millió 450 ezer forint között van. Egy tehén egy évbe ennyit eszik meg. Nem a jelen takarmány árakkal kitorzítva az egész évre, hanem a tavalyi évi takarmányárak ingadozását, emelkedését is figyelembe vettem, tehát mondjuk egy kiló napraforgót azt nem 320 forinttal használtam, hanem a felvásárláskor 190 forinttal. Ez volt az, ami alapján kijött ez a bődületes szám. Tehát a tehéntartás eleve egyébként egy speciális dolog, és jogszabályok egyre jobban kötik, nem ez az, ami háztáji gazdaságokban, meg kis kertes házakban elképzelhető. Ha olyan falusias övezetben lakunk, akkor bátran célszerű tojótyúkot tartani, hiszen az árutojás termelés viszonylag az egyik legegyszerűbb dolog az összes állattartás körül. 15-20 tyúk, én ajánlom azokat a baromfikat, amik őshonosak, mert lehet, hogy kevesebbet tojik egy ciklusba, viszont sokkal megbocsájtóbb a takarmányzási hibákra, szeretnek még kapirgálni a tyúkudvarokba, számtalan fajta van és színváltozat, amiből lehetne választani. Minden egyes színváltozat Magyarországon a megfelelő időjárási körülmények szerint alakult ki, ami a lényeg, hogy ezzel elláthatjuk a családunkat nem csak tojással, hanem akár csirkével vagy vágó tyúkkal is, amivel szintén ki tudunk váltani egy olyan élelmiszerforrást, aminek nem biztos sem a minősége, sem az eredete. A baromfitartás is viszonylag egyszerű, de nyilván ők is azt fogják enni, mint mi, és jelenleg azt mondom, itt Cegléden valamelyik kertes házba beállított baromfikkal elkezdve tojást termelni, szója nélkül, akkor nem tudod olcsóbban előállítani a tojást, mint amiért bemész a bevásárlóközpontba, és ott megveszed. Nem tudod olcsóbban előállítani, és nem lesz olyan sárga. Azért nem lesz olyan sárga, teljesen mindegy, hogy kukoricát mennyit etetsz vele, mert a nagyüzemek, akik tojást állítanak elő, oda megérkezik a takarmánykereskedő, egy ilyen palettát vesz elő, ami úgy néz ki, mint egy festőművésznek a palettája, ezen tükörtojások vannak, felütve képbe persze, és ez egy színskála, lehet választani, hogy milyen színű tojás szeretnél, és annak megfelelő színezőanyagot fog a takarmányba rakni, és nyilván erősebbre színezik ezeket a tojásokat, mint az valaha is előállítható természetes körülmények között. Ha vannak tyúkjaink, azok lehet, hogy ilyenkor még nem tojnak, de a tyúkoknál a tojásrakást azt nem a hőmérséklet befolyásolja, hanem a nappalok hossza. Egész egyszerűen el tudunk indítani egy tojó fázist a tyúkjainknál, hogyha szépen a megvilágított órák számát egy 40 wattos izzóval feltoljuk 16-18 órára, nem 24 órára, programkapcsoló kell hozzá, és egyébként ez a kérdés már egy átlag gondolkodónál is nehézséget okoz, hogy ezt hogy kell csinálni. Ezt úgy kell csinálni, hogy általában este a sötétedés előtt, naplemente környékén beülnek a tyúkok az olba, és ebbe az időpontba kell ott felkapcsolni a világítást, és nem ahhoz kell nézni, hogy 7 órakor kelt ma pont, 7:00-kor kelt a nap, mert én minden reggel a nap felkeltét megnézem. Nem azt kell nézni, hogy 7 órakor kel a nap, akkor 7 óra meg 18 óra az mennyi, mert hogyha te 8-kor vagy 8:30-kor kelsz, és engeded ki az olból a tyúkokat, akkor az a kezdő lépés, mert onnantól kezdve van világosba. De hogyha te mondjuk 7 órakor kiengeded, akkor onnantól kezdve a megvilágított órák számát kitolod 3200 forintos programkapcsolóval, és a tyúkjai néhány nap után el fognak kezdeni tojni, amit célszerű ellenőrizni, hogy ne égjen ki az izzó, illetve a programkapcsoló működjön. Ha az izzó kiég, akkor a tyúkok megállnak a tojásba, tojásrakásba általában egy vedlés is elindul, hogyha már kellően előre haladott volt a napok száma. Illetve ha a program kapcsoló romlik el,
akkor azt azért tudni kell, hogy a 24 órás megvilágítás az állatkínzás, és nem is engedi szerencsére az állatvédelmi törvény a folyamatos megvilágítást. Most elkezdve egy 10-15 tyúkkal, hogyha van egy kis ól, vagy egy olyan biztonságos hely, ahova róka, idegen kutya nem tud bemenni, és nem fog nekünk anyagi kárt okozni, akkor pár tízezer forintból előállítható az a tojásmennyiség, ami egy családnak a teljes tojásfogyasztása. Ehhez mondom, nem kell túl nagy tudás, még az idős emberek ennek a birtokában is vannak gyakran. Hogyha megnézzük az állatvédelmi vagy az állattartási rendeleteket, akkor nagyjából itt véget ért azoknak az állatoknak a sora, amik kényelmesen és problémamentesen tarthatóak akár egy kertvárosi övezetbe is, ugyanis minden más állat, már baromfi, vagy sertés, kecske, juh, szarvasmarha, az már nehézséget fog okozni a trágyakezelésbe, annak a szagába valószínű, hogy a szomszédot zavarni fogja. A nyúl egész biztos, hogy nem fogja zavarni, mert hogyha tisztán van tartva, akkor annak semmi illata nincsen, vagy szaga nincsen. A tyúkudvar az már más kérdés, mert ott, amikor vedlenek a tyúkok szálatól, és az úgyis a szomszédba is átszáll, azért a tyúk az mondjuk a trágyája tekintetében büdösebb, mint a nyúl, és ez további kellemetlenségeket szülhet, főleg akkor, hogyha mondjuk a kakas kukorékol is, mert a kakas nem csak hajnalban kukorékol, hanem gyakran egész este, meg éjszaka is kukorékolnak, és lehet, hogy az zavarni fogja a szomszédokat. Azt gondolom, összefoglalva ezt az egész előadást, és majd nyilván egy beszélgetés fog ezután itt beindulni, hogy ma, amikor válságát éli a tiszta élelmiszer, ma, amikor nem lehet egészséges élelmiszerhez jutni a boltokba, hamarosan nem csak egy országos egészségügyi kísérlet alá fogunk esni, hanem egy élelmiszeripari kísérlet alá is fogunk esni, de azok eddig is zajlottak a háttérben, ugye genetikailag módosított szója, eleve minek a paraszt kolbászba szója, ezt én nem értem, mert dédöregapám biztos nem tett még bele, de most bejön egy olyan tényező, mint a rovarfehérje, legálisan jön be a bíbortetvek által felkínált színezőanyag eddig is porondon volt, de abba égetéssel a fehérjét megsemmisítették, és nem tudjuk azt, főleg, hogyha kisgyerekeink vannak 5-8-10 éves, hogy hosszú távon milyen kimenetele lesz annak, hogy ő a reggeli túros batyutól kezdve a 10 óraira kapott joghurtba, a menzán elétett élelembe, ő már nem csak genetikailag módosított szójával, hanem rovarfehérjével is találkozni fog, ami szerintem soha nem volt európai társadalomban kikísérletezve, hogy ennek hosszú távon milyen hatása lesz az egészségünkre, fogalmunk sincsen. Az egyedüli megbízható élelmiszer az, amit magunknak állítunk elő, és az a jó hír, hogy egyelőre ezt még egy kertesházba, egy falusias övezetbe meg tudjuk tenni. Bátran állítsunk be egy-két nyulat a családnak, amivel a fehérjét biztosítani tudjuk, és mellette gondolkozzunk arról, hogy egy-két őshonos tyúkot tojóállománynak szintén vásárolunk, és akkor így már a baromfi húsunk egy része a tojás mellett is biztosítva van ahhoz, hogy egészséges élelmiszerhez tudjunk jutni.